Hát egy liter kávé, az biztos. De amúgy általában én úgy szoktam beállítani, ha mondjuk 4.30-kor kelek, akkor 4.15, 4.20, 4.25 és 4.30. Úgyhogy általában ez így szokott történni, de hát ez eléggé változó. A pénteken azért már azért nagyon húz vissza az ágy. Én nem, nagyon nem bírok fölkelni. De viszont már, hogyha fölkeltem és most már beültem a kocsiba, akkor igazából nincs nagy probléma, mert akkor fel vagyok ébredve, azon tényleg nincs gond. Csak maga az a 3:45, és én komolyan fel akarok kelni. De minek? Nem akarok. Aztán így valahogy kikászállodok az ágyból, és megyek edzésre. De mondom, hogyha valaki tud valami nagyon jó praktikát, akkor nagyon szépen megköszönöm, hogyha elmondja nekem. A koránkelés az, amit soha az életben nem fog megszokni, és nem azt mondom, hogy alig várom, hogy ne kelljen korán kelnem, de valószínűleg, hogyha abba vagyom az úszást, egy olyan munkát szeretnék, hogy olyan pozícióba szeretnék kerülni, ahol legalább 8 órát tudok aludni. 6-tól van edzés, én általában olyan 4:50 fel szoktam kelni, úgyhogy addigra úgy felébred az ember. Minden reggel úgy kelek fel, hogy a fél lelkem az ott marad az ágyban, és majd reggel ilyen 10 óra, 11 óra fele költözik vissza. Hát alapvetően mindig más, vagy kávé, vagy hideg víz. A víz egyébként fel szokott nyilván kelteni azért reggel, de hát az első fél óra szerintem nincs olyan ember a Földön, aki mondjuk tudja, hogy mit csinál.